A Flash Központ kiállítótere is ismét megnyitották kapuikat a látogatók előtt, ezúttal Halmi Horváth István Permutációk című kiállításának megnyitójával várták az érdeklődőket. A Flash Nonprofit Kft. A Szent István napokhoz kötődően minden évben olyan moson-magyaróvári kötődésű művészeknek biztosít lehetőséget a bemutatkozásra, akik kiemelkedő eredményeket értek el saját területükön. Így esett a választás a hely születésű Halmi Horváth Istvánra. A vendégeket elsőként Csiszer Péter köszöntötte a pénteki kiállítás megnyitóján. István alkotásait nem könnyű értelmezni. Nincs hozzájuk használati utasítás, az absztrakt, geometrikus és konkrét művészetben nem támaszkodhatunk a régi korok által bejáratott szabályokra. Így nem tudjuk, hogyan álljunk hozzá, mit csináljunk velük. Csak nézni kell őket, vagy bele kell gondolni valamit, érteni kell a művet, vagy csak elfogadni olyannak, amilyen. Csiszer Péter köszöntőjében elmondta, a képeket a nézőnek kell megfejtenie, szabad asszociációra adnak lehetőséget az 5 darab vízszintes és 4 darab átlós, különböző színekből életre hívott képek. A kiállítást Farkas Viola művészettörténész nyitotta meg hivatalosan, aki részletesen ismertette Halmi Horváth István életművét és munkásságát a vendégekkel, valamint kitért a permutációk egyediségére is. A struktúra állandó, a színek viszont változnak. Ha a struktúra is változna, akkor valójában már nem beszélhetnék permutációkról, mert a permutáció lényege, hogy egyszerre van jelen az állandóság és a változás, az azonosság és a különbözőség. A színek viszont változnak. A színek játszanak, önálló életre kelnek és hatással vannak egymásra, mikor társaságba kerülnek, és olyan színek is megjelennek, melyek a valóságban nem léteznek, csak a szem recehártyáján és a tudatunkban jönnek létre. A festő már régóta foglalkozik az áttetszőség festészeti megjelenítésével. Ennek kiinduló pontja a pauzpapírból modellált hajtogatott című 2008-ban indult képsorozat, ami 2017-ben és 2018-ban a Remix című munkákkal teljesedett ki. A permutációk sorozata csak nem másfél éve indult el útján, eddig azonban nem volt lehetőség egységes anyagként bemutatni a közönségnek. A festő pályafutásában mindegyik munka kapcsolódik az előzményekhez, és a korábbi munkáimban olyan absztrakt elemeket alkalmaztam, amelyek figurális asszociációkat képeztek a nézőben, tulajdonképpen független a szándékomtól. És ezért megpróbáltam egy olyan struktúrát keresni, egy olyan szerkezetet, amely az összes ilyen figurális utalást gyakorlatilag kivédi és elfelejti, és erre a rácsos szerkezetre, a átos szerkezetre jutottam, és ezen belül a festői érdeklődésem középpontjában nyilván a színek és az által létrehozott hangulati hatások és érzelmi hatások foglalkoztatnak. Halmi Horváth István képei nem csak a Flash Központ kiállító termeiben, hanem a város különböző épületein, a Frontárt keretében is megnézhetők. A tárlattal pedig egészen szeptember 5-ig várják az érdeklődőket a Flash Központban.